Panuk magyarországi csapata 2012 óta folyamatosan részt vesz az ipar napjai, illetőleg a Magtech elnevezésű ipari szakvásárokon, és az idei minősült az eddigi legjobb döntésnek. Rengeteg kiállítóval, rengeteg látogatóval találkoztunk, és bízom benne, hogy lesz eredménye annak, hogy ezt a rengeteg új fejlesztést, amit kihoztunk ide, megmutatni a nagy érdeműnek, előbb-utóbb az ipar is elkezdi majd használni. Többek között olyan eszközeket is kihoztunk ide, mint például a háromdimenziós kamera rendszerünk, ami gyakorlatilag ömlesztett állapotban lévő alkatrészeket tud ládából, illetőleg rekeszekből szelektálni és a gyártósorra feltölteni, de mindezek mellett a teljesen elektromos fröccsöntőgépünk is kikerült ide a standunkra, a megmunkáló gépeink, húzatszikraforgácsoló gépeink, tehát gyakorlatilag azt mondtam, hogy a teljes FANUC termékportfólió bemutatása került ezen a kiállításon. A robotika jövőjével kapcsolatos talán egyik legfontosabb trend, hogy próbálnak a gyártók és a rendszerintegrátor partnerek nagyon sok szenzort, kamerás egységet használni, hogy minél inkább rugalmas legyen a gyártócella. Ez a mi esetünkben is nagyon jól támogatott, hiszen a FANUC gyári fejlesztésű kamerarendszereket ajánl a robotjai mellé. Amit mellettem is látható robotcella, így gyakorlatilag nem csak egy kamerás egységet használunk, hanem egy erővisszacsatoló szenzort is, ami szintén FANUC fejlesztés, és az egyedülálló a mi termékeink kapcsán. Ez azt jelenti, hogy az alárakott munkadarabot a kamera által látott kép alapján detektálja, a programot ehhez offseteli, illetőleg komplett program generálására is alkalmas ez a kamerás rendszer, anélkül, hogy a programozónak ott kellene állnia percekig vagy akár fél órákig a gép mellett, hogy új programokat tudjon fölvenni. A kamerás rendszereink kapcsán én külön kiemelnénk az iparágban egyedüliként definiálható háromdimenziós kamerarendszerünket, az úgynevezett 3D Area szenzorunkat, amely gyakorlatilag egy sztereó kamerával és egy projektor egységgel rendelkezik, és innentől kezdve alkalmassá tehető arra, hogy ömlesztett állapotban lévő munkadarabokat, legyen öntvényekről szó, műanyag fröccsöntött alkatrészekről, vagy bármilyen általános munkadarabokról szó, ezeket detektálni tudja és ki tudja venni az adott tároló rekeszből, illetőleg dobozójából. Innentől kezdve mi fel tudjuk tölteni ezeket a munkadarabokat a gyártósor elejére, és az emberi kiszolgálásban rejlő bizonytalanságokat, költségeket rá is ki tudjuk iktatni a rendszerből. Az, hogy ez az iparág milyen szinten fejlődő pályán van, talán az is mutatja nagyon jól, hogy a mi cégünk milyen ütemben fejlődik létszámban, a szolgáltatások minőségében és mennyiségében. Az elmúlt évben 12 új kollega csatlakozott a csapatunkhoz, ami azt jelenti, hogy most már nem csak a robotok, CNC gépek kapcsán tudunk maximális műszaki tartalmat és szolgáltatást nyújtani a partnereink részére, hanem gyakorlatilag a készre szerelt szerszámgépek kapcsán is. Legyen szó megmunkáló gépekről, húzalszikraforgácsoló gépekről, illetőleg fröccsöntő gépekről. Cégeink 2014. április 1-jei egyesítésével rengeteg operatív teendő is támadt. Ez azt jelenti, hogy egy közösített vállalatirányítási rendszer kellett bevezetnünk, közösített raktárkezelést, és nagyon sok dolgot, ami különböző volt a robotos, a CNC-s, illetőleg a robotmasinos divízióban, ezeket közösíteni, egyesíteni kellett annak érdekében, hogy minél jobban működjön a belső operatív ellátásunk. Úgy érzem, hogy ez a folyamat nagyon jól sikerült a cégünknél, hiszen a szervizeinkhez, karbantartásainkhoz szükséges reakcióidő nagyban le tudott csökkenni. A FANUC robosot, a FANUC által gyártott teljesen elektronikus fröccsöntőgép. Ezt a gépcsaládot a FANUC kb. 30 évvel ezelőtt kezdte el fejleszteni. A kezdetektől fogva a koncepció az volt, hogy nem használ hidraulikát, csak elektronikát, tehát teljesen elektronikus. Ugye alapul a FANUC-nak a jól bevált, jól működő CNC rendszerén, illetve a szervóhajtásokon, szervómotorokon. A hagyományos hidraulikus gépekhez képest nagy előnye az, hogy sokkal kisebb az energiaigénye, sokkal kisebb a villamosfogyasztás, illetve sokkal tisztább környezetet biztosít a gyárban, ugye nincsen olaj, nincsen hidraulika, nincsen, ami kifolyjon. Különböző típusok vannak, alapvetően a záróerő az, ami megkülönbözteti őket. 50, 100, 150, 250 és 300 tonnás záróerővel rendelkező gépeket tudunk forgalmazni. Az idei évtől kezdődően a FANUC Hungary Kft. Forgalmazza ezeket a gépeket. Ami még szintén nagy előnye, hogy ugye itt látszik, hogy robottal van integrálva, tehát gyakorlatilag egyetlen egy kábelen keresztül van összekötve a robottal, és így tud kommunikálni. A robot és a vezérlés között egy folyamatos kommunikáció zajlik, ugye attól függően, hogy milyen ciklusban vannak, attól függően engedély illetve tiltják a mozgásaikat. Ma a gépnek még szintén nagyon nagy előnye az, hogy ugye köszönhetően a szervórendszernek, illetve a szervóhajtásoknak, illetve a CNC vezérlésnek nagyon pontos, nagyon precíz, nagyon jó ismétlési pontossága. A gépnek nagyon nagy előnye még a megbízhatósága, nagyon alacsony a szervizigénye és a karbantartási igénye. Magyarországon egyre több elégedett ügyfelünk van, és hát reméljük, hogy egyre több is lesz még. FANUC Magyarország 2006 óta van jelen Magyarországon a CNC szervizek, robotszervizek, képzések, műszaki támogatás terén. A tavalyi cégegyesítés, ami európai szintű, hozta számunkra az új kihívást,
így meg kell felelnünk most már a robomasin üzletág követelményeinek is, ami ugye az értékesítés támogatása elsősorban, és az ezt követő műszaki támogatása, helyszíni mérnökök segítsége. A szervizek, karbantartások tartoznak ide, illetve alkatrészellátás. Kollégák Japánban, illetve Európában végeznek el belső tréningeket, hogy minél magasabb szinten hely tudjunk állni, a vevői követelményeket ki tudjuk elégíteni.